Bár az imént a felnőttkori tanulás nehézségeiről beszélgettünk, már az általános iskola felső osztályában is érzékelhető, hogy kevesebb a lelkesedés a diákokban a tanulás iránt. A felnőtt korban pedig nem a tanulási kedvel van baj, hanem inkább azzal, hogy úgy érezzük, hogy már nem vagyunk rá képesek. Vendégünk Vejc Teréz, tanulásmódszertani szakértő, aki különleges módszerével megszerettette a diákokkal a tanulást. Hogy mi is a titok, többek között erről is beszélünk vele. Jó estét kívánok! Hello, sziasztok! Miért nehéz manapság a fiataloknak a tanulás? Hát nem csak a fiataloknak nehéz a tanulás, hanem azt hiszem, hogy mindenkinek nehéz a tanulás. Ennek két nagy oka van. Az egyik az, hogy soha nem is tanultuk meg, hogy hogyan kellene tanulni, hogyan működik az agytanulás közben. Másodszor pedig akkora hatalmas információ dömping van, hogy amit megtanulunk, az két perc múlva kisöpri az egészet az agyból, úgyhogy kellene valamilyen más módszer, amitől az ott marad, amit meg kellene jegyezni, az maradjon ott. Egyébként különbséget kell tenni, hogy gyerekeknek a tanulási koncentrációja, vagy a módszere, vagy pedig felnőttkori tanulás nehézségei? Tehát máshogy működik az agyunk? A tanulás az mindenféleképpen úgy megy, egyformán megy gyerekeknél is, felnőtteknél is. Maga a motiváció, a hozzáállás a különböző a gyerekeknél. A gyerekeknél, valljuk be őszintén, ez a hagyományos tanulási módszer, ez csak nyűg, és nem szeretem, és ezért megtalálnak mindenféle kifogást, hogy ne kelljen, és ezért nehezebb nekik. A felnőtteknél pedig a motiváció megvan, de már a munka mellett, a család mellett kellene megtanulni, még az időt is beosztani, stratégiát fölépíteni. Csupán ennyi a különbség a kettő között. Milyen szerepe van az internetnek ebben? Hát az internet az egy csodálatos dolog, mert hogy az internet segítségével, vagy annak a közvetítésével vagyunk mi is itt. De az internet az akkor lenne igazán jó, és akkor jó, hogyha mi azt szerszámként használnánk. Az internet az információt ad. Meg kellene tanulni, helyesen bánni vele, szerszámként használni, jól beosztani, hogy szórakozásra is használjuk, a kettőnek az egyensúlyát, kihasználni az előnyeit, és úgymond önkontrollal vagy önszabályozással figyelni arra, hogy ne vigyen el bennünket a másik irányba, hogy függővé válunk, hogy olyanokat csinálunk, hogy elúszik az idő, és észre se vesszük. Hát én is odaégettem már ebédet, mert hogy nem vettem észre, hogy másfél órája ott ülök. Ugye ön német tanárként is, szinkrontolmácsként is dolgozott, és egy nagyon sok diákot készített föl nyelvvizsgára is, és egy idő után elkezdte vizsgálni az agyműködést. Mi az, amire jutott, mi az a legfőbb eredmény, és mi az a módszer utána, amit ön kidolgozott? Hát 17-20 évvel ezelőtt kezdtem én ezt már kutatni, hogy vajon hogy működik az agy akkor, amikor tanulunk, hiszen ezt senki nem tanította meg nekünk. És az iskolában mit tanultunk? Olvasd el. És ha nem tudod, akkor azért nem tudod, mert nem olvastad el elégszer. De mi történik, amikor olvasunk? Amikor olvasunk, akkor csak a bal agyféltekét használtatjuk. És idővel, mert picikorban működik a jobb agyfélteke, a képzelő erő, a fantázia, de az iskolában ugye drillként nem használjuk a képzelő erőt és a fantáziát. Pedig, hogyha én most megkérdeznélek benneteket, hogy emlékeztek az első csókra? Látom, hogy igen. Igen, mindenki. Minden, milyen ruhában voltam, hol történt, mindent kivel? El tudok mondani, a kivel, az érzés, a szemkontaktus. Tehát az ember mindenre emlékszik, ami ilyen kellemes, reméljük, hogy kellemes dolog volt. Tehát, hogyha sztorira emlékezünk, és ennyire jól, ennyi évvel utána is, én is emlékszem, pedig már sokkal több idő telt el azóta, mégis emlékszem rá, akkor miért nem tud az ember olyanra emlékezni, amit meg kellene tanulni? Hogy lehetne megcsinálni azt, hogy a megtanulandóból is sztorit csináljak? Hát ezt jártam utána, ennek jártam utána, neurológusoknak a könyveit, a kutatásait olvastam, és azt rögtön ugye a diákjaimnál ki tudtam próbálni, hogy melyik működik, melyik nem működik. Tehát, hogyha most én összehasonlítanám, vagy megkérdezném valamit, mit jelent az, hogy tanulok, bemegyek a szobámba, az íróasztal fölé görnyedek, és ott olvasok, amíg meg nem unom, ehelyett én azt mondom, ülj le a fotelba, dőlj hátra, és képzelődj.
És ezt hívom tanulásnak, vagy hívjuk tanulásnak. Hadd említsek meg még egy mai élő, nagyon neves neurológust, aki azt mondja, például idegen nyelvtanulásra, hogyha a szavakat úgy tanulod, hogy szavakat tanulok és magolok, akkor az agynak csak egy picike területét használod. Viszont ha képzelő erővel, fantáziával tanulod a szavakat, ahhoz bekapcsolod az egész agyat. Ez a válasz. Ez egyébként nyelvtanulásra alkalmazható, vagy más tananyagokra mindenre, is? Mindenre. Mert azért nagyon sokszor előfordult nekem is az egyetemen, hogy a rövid távú memóriámba beépültek azok a mondatok, és le tudtam vizsgázni, de egy hónap múlva megkérdeztek volna, akkor biztos, hogy megbuktam volna. Igen, igen, ez természetes. Most is volt egy felmérés nem régen. Érettségi után 3 hónappal, akik 5-ösre érettségiztek, azok az egész érettségi anyagából már csak 10-20%-ra emlékeztek. 3 hónappal utána. Van valami olyan egyszerű praktika, amit akár otthon is miközben tanulnak a diákok, hogy hogyan tudják bekapcsolni a jobb agyféltekét? Tulajdonképpen igen. 2 dolog kell ahhoz, hogy meg tudjuk jegyezni. Kép és kapcsolat. Ami azt jelenti, hogy kitalálok valamilyen képet, tegyük föl egy szóhoz, kitalálok egy képet, és már meglévő ismerethez kötöm le. Tehát, ha meg akarok tanulni egy idegen szót, akkor ahhoz keresek egy sztorit, és egy hasonló hangzású magyar szóhoz kötöm, például most fog megjelenni egy szótár, aminek az a címe, német szavakat dolgoztam föl így, Schrank dőlt a szekrény. Ugye abban benne van a schrank, és a szekrény. És becsukom a szemem, és elképzelem, hogy ez a schrank dőlt a szekrény, minden érzékszervemet bevonnom, és abban a pillanatban megvan. Nyilván a nyelvtanulás nem szótanulás, ebből mondatot alkotunk, és itt tovább. Nagyon szépen köszönjük, Terész, hogy mesél. Nagyon izgalmas téma. Köszönjük szépen.